Be fogok dőlni az ember általi szépségnek, faragott és festett nagy-nagy túlzásoknak, túlvilágított katolikus mennyország, túl sok arkangyeli karddal, szeráffal és kerúbbal, be fogok dőlni az ember általi szépségnek. Jó, ennyi. Jó, úgy csodoljuk a fények. Egy kávét kérek. Ez dob minden. Viszont. Na, valami, az effektán kivisszed, akkor valamit azért hozzunk be, egy gyertyát, tegyedek már be. Hogy valamit így gyújtsatok meg. Na, figyelj, egy jobban tagó volt, tehát nagyon-nagyon egyben mondod az egészet, meg hát ez Bodó Kieszter mondja, tehát hogy én azt látom, hogy most igazából, hogyha nem ismernek, akkor nem érteném, hogy mi van szó. 300-asat a sarokban. Hogy próbáld, hogy letisztítani így az egódat, így valahogy kiszedni az egészből, hogy annyira így csak a szöveg ilyen, hogy az emberek így megértik, tehát így teljesen átlagézik, hogy nem ismert téged, azt tudja mit kezdeni ezzel. Egyébként nem működik. Igen, tessék. Azt meg máskor kapcsolod ki. Szia. Nem zavarsz. Forgatáson vagyok. Igen, forgatok. Hát este olyan hét körül ráérek. Vacsorázni? Persze, ráérek. Azt hittem, hogy már sosem fogsz hívni. Még ott teszünk rá egyet. Hét körül? Igen, az jó. Gyere, értem. Jól van. Le kell tennem, bocs. Szia. Na, kezdhetjük? Igen, próba, még belefér. Aha. Be fogok dőlni az ember általi szépségnek. Faragott és festett nagy-nagy túlzásoknak. Túlvilágított katolikus mennyország, túl sok arkangyeli karddal, szeráffal és kerúbbal. Be fogok dőlni az ember általi szépségnek. Jó, kezdünk! Gyöngétségprojektum 9-es csapó. Jó, ez jó, ez kellett. Az tök jó, hogy felvett, az biztos megmondja az ipodókat. Jó van. Ennyi. Nem volt túl gyors. Jó volt, ezt szerintem. Na, jövő idején. Igen? Na, vissza akarod nézni, nem csak engem, hogy ezt úgy jövő. Ezt visszanézzük áron ketten. Nagyon. 2-3, ez jó. Ennyire. De úgyis, hogyha lehetszük tenni, akkor jó. Na, azt jövő végén. Bemegyünk csöndbe megnézni? Vagy mindenki megnézni?